Három generáció közös előadással idézte meg az 1848-49-es szabadságharc legfontosabb pillanatait Medinán. Az ünnepi műsorban a kisiskolások és óvodások mellett a szülők és nyugdíjasok is részt vettek. Még kérnék, most adjatok neki, vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha föl kell és nem kér, de vesz, ragad. Verssel, 48-as dalokkal és rendhagyó történelem órával várták a medinai nyugdíjasok, kisiskolások és óvodások az ünneplőket március 15-én. Az ünnepi műsort Vén Attila polgármester beszéde nyitotta meg, majd a község óvodásai elszavalták a nemzeti dalt, és furulyák kíséretével felcsendültek a forradalmi dalok, melyeket aztán az újonnan megalakult medinai citera szakkör előadása követett. A műsor után az ünneplők megkoszorúzták azt a frissen kijelzett emléktáblát, melyen a medinai 48-as hősök névsora található. Az üzenete van annak az ünnepségnek, mint az ünnepi beszédekben is elhangzott, de nekünk pótlást az a márványtábla jelentét mögöttünk látunk. Ezt már nagyon régen hiányosság volt, hogy ezt újra föl tudjuk állítani. De én azt gondolom, hogy ennyi fiatal, ennyi szülő, szépkorú, aki megjelent az ünnepségen, egy isfaló életében, és nagyon büszkeség tölti el az embert. Az ünnepség végén az óvodások saját kezüleg készített nemzeti lobogók elhelyezésével hajtottak fejet a 48-as hősök előtt.